Más megyében is elismerték a gyöngyösi származású jótékony sportolót, Nádudvari Pétert, aki legutóbb Debrecenből egészen a Kékestetőig futott, hogy segítsen egy recski beteg kisfiún. Nádudvari Péter pedig itt van velünk online. Szia, Peti! Jó estét, sziasztok! Először is gratulálunk az évembere díjhoz, ezt ugye Hajdú-Bihar vármegyében kaptad meg, és hát Gyöngyösről is sokan szavaztak rád, de hát térjünk arra, hogy nem ez az első díjat, 2015-ben prima díjas lettél, 18-ban pedig jószolgálati közönség díjasa. Számítottál most erre az év embere kitüntetésre? Nem, hiszen ahogy mondtad, ez Hajdú-Bihar vármegyei díj, és itt igazából nem régóta élek, 17 novemberében költöztem ide, és ugyan lett visszhangja annak, amiket tettem, hiszen az ottani sajtó is rendszeresen cikkezik a különböző vállalásaimról, viszont ahogy a díj többi jelöltjei életútját átkutattam, igazából tudatosult bennem az, hogy van, aki már 20-30 éve a saját területén sok dolgot lerakott az asztalra, én meg ugye épp, hogy pár évvel költöztem ide, tehát nem vártam volna azt, hogy ennyi idő után már egy ilyen rangos díjra jelölnek. Mit jelent ez számodra egyébként? Ahogy már több helyen kommunikáltam, már maga a jelölés is nagyon megtisztelő volt, hiszen ez azt jelenti, hogy ez a vármegye is jegyez engem, és értékeli mindazt, amit képviselek, amit tettem a rászorulókért, és mivel ez egy olyan verseny, ahol nem lehet igazságos végeredményt hirdetni, hiszen nem lehet, amit én képviselek, összemérni például egy olyan mentőssel, aki 20 pár éve pályán van, vagy egy sikeres vállalkozóval, vagy egy más jellegű szociális munkát végző szakemberrel. Így maga a jelölés is már, ahogy mondtam, nagyon megtisztelő volt, és annak a jele, hogy az emberek szerencsére azok az ügyekre, amiket képviselek, érzékenyek. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi vezetett ehhez a díjhoz. Hogyha jól tudom, akkor 15 éves korod óta foglalkozol sérült emberekkel, ugye Gyöngyösen az Autista Segítő Központban is dolgoztál, zeneterapeuta voltál, és hogyha jól emlékszem, akkor egy cikkben, vagy talán nálunk egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy nem is gondoltad volna, hogy az ilyen emberek mennyi érzelmet tudnak átadni. Azóta úgy gondolod, hogy kötelességet segíteni rajtuk? Igen, morális kötelességem, hiszen már, ahogy említette, 15 éves korom óta vagyok ebben a közegben, vagyis fogyatékossággal élő és súlyosan beteg gyerekek társaságában, és már régóta tudatosult bennem az, hogy az állapot, ami nekem megadatott, hogy iskolákat végezhetek el, dolgozhatok, megfelelő felkészüléssel tudok futóversenyeket, triatlonversenyeket teljesíteni, zenélhetek, az nem egy olyan lehetőség, amit tulajdonképpen alanyi jogon jár, hanem egy kiváltság, hiszen akikért dolgozom, ők ebben a privilégiumban nem részesültek, és pont ezért úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségeimmel, képességeimmel őket is kötelességem szolgálni. Összetudtad már számolni, hogy egyébként hány gyerkőcön tudtál segíteni? Ezt azért nehéz, mert nem minden évben egy adott személyen segítettem. Volt már olyan, többek között ebben voltak gyöngyösi életöttségű csapatok is, amikor egy fogyatékossággal élő zenész kárda számára gyűjtöttem pénzt, hogy eljusson egy táborba például. Tehát voltak olyan helyzetek, amikor csoporton segítettem, így nem lehet konkrétan megszámolni azt, hogy most akkor hány gyermeket tudtam eddig támogatni. Ugye legutóbb mi is ott voltunk, amikor Kékestetőre futottál fel, egészen Debrecenből indultál, hihetetlen teljesítmény volt. Most jelenleg zajlik-e valamilyen program, készülsz-e bármire? A MACI projekt folytatása éppen folyamatban van, hiszen egy film készül erről a vállalásról. Ahogy láttátok már ti is több képen, amikor elfutottam Debrecentől a Kékes csúcsáig, az utam végig kamerák kísérték, és most az utómunka folyik. Ládásan készülünk a premierre, ami Debrecenben lesz, és szeretném még több helyre is elvinni a filmet, többek között Gyöngyösre is. Bízom benne, hogy össze fog jönni, már ezügyben folynak a tárgyalások. És abban bízunk, hogy ez a film az ügyet tovább lendíti, és Marcinak majd további adományokat fog hozni.
Mi a célja egyébként ennek a filmnek, illetve ami ehhez kapcsolódik, hogy én többször láttuk már nyilván, amikor találkoztál azokkal a gyerekekkel, akiknek segítettél, és olyan csillogó szemekkel néztek rád, mintha egy példakép lennél számukra. Ezzel a filmmel és a vállalásaiddal van igazából egy ilyen célod, hogy akár a későbbiekben egy új generációt kinevelj, akik újra segíthetnek majd a betegeken? Igen, ez is célom kimondva és kimondottanul is, és nagyon örülök annak, hogy már nem egy jótékony sportoló fordult hozzám segítséggel, hogy hogy kell csinálni, hogy épüljön fel egy kampány, milyen kommunikációs fogások vannak, és nagyon bízom benne, hogy egyre többen fognak majd hozzám ilyen tanácsokért fordulni, és nekem lesz időm, erőm, energiám ahhoz, hogy minél többeket elindítsak ezen az úton. Ugye sok anyagi támogatást tudtál adni ezeknek a gyerekeknek, mennyire fontos számodra a kommunikáció, az, hogy kísérd őket az útjukon, azután is, hogy mondjuk túl vannak azon a kezelésen, amit te tudtál finanszírozni számukra? Ahogy te fogalmaztál, minden ilyen vállalásban az érzelmek kulcs szerepet töltenek be. Tehát nyilván miután véget ér egy kampány, ahogy most véget ért Marciért is a kampányon, bár ugye a film útján folytatódik ez a történet, minden egyes támogatottamat nyomon követtem, hogy kivel mi van, rákérdezek az édesanyjánál, hogy mi újság a gyerköccel, milyen az egészség, stb. Ezek mind olyan kötelékek, amelyek köttetnek köztem, és támogatott gyermekek közt, amelyek sohasem szakadnak el. Ez egyébként, hogy egyre többen megismernek téged, akár a díj kapcsán, akár a film kapcsán, akár a vállalásaid kapcsán, nem hozza magával azt, hogy egyre több olyan levelet kapsz, hogy nekem is szükségem lenne segítségre, de jó lenne, hogyha én lehetnék a következő, akin tud segíteni? Mondjuk így kis dolgokban kinek tudom tanácsokat gyakran, például, hogy fogalmazzak meg egy e-mailt, vagy XY személyhez miért elérhetőség, viszont olyan későn most akkor fussak például, fussak egy konkrét gyermekért, hogy egy szülő megkeressen, most az ő fiát, lányért fussak, ilyen kérés még nem jött hozzám, ezért mindig az van, hogy mielőtt valaki mellett döntenék, egy hosszú folyamat előzi meg a kiválasztást. Marci, hogy van most, hogy legutóbb beszéltél vele? Ugye mondtad, hogy a film kapcsán igazából folytatódik a gyűjtés számára. Marci szerencsére remekül van, az eredményei kiválóak, és majd most fog menni február végén a következő németországi gyógykezelés sorozatára, de ugye rendszeresen szülőkkel kapcsolatban vagyok, és beszámolnak Marci állapotáról. Mindig azt látom, hogy egy életerős, életvidám kisfiúról van szó, aki az óvodában játszik a többiekkel, akit szeret focizni, néptáncolni, tehát teljesen olyan életet él, mint egy egészséges gyermek, csak ugye ott van még az a fránya daganat maradvány az agyában, ami ugyan gyengül, de még nem tűnt el teljesen. Bízunk a gyógyulásában. Péter, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és még egyszer gratulálunk a díjhoz. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.